Újabb megdöbbentő kijelentést tett a betyársereg vezetője. Kirityán Zsolt az egyik amerikai terrorszervezetről azt mondta, meggyilkoltak egy zsidó származású műsorvezetőt, aki olyan, mint Kálmán Olga nőben. Kirityán Zsolt erről Pécsen beszélt, ahol a terrorizmusról tartott előadást. Szerinte, ha a baloldal kerülne hatalomra, akkor brutális eszközökkel bánnának el a másként gondolkodókkal. Először 2011-ben keltett hatalmas botrányt a betyársereg vezetője Kirityán Zsolt, amikor a Magyar-szigeten tartott előadásában, mint fogalmazott, a rohadt tetves zsidók lelövéséről beszélt. Most Pécset tartott előadást a terrorizmusról. Beszédében példaként említette az Amerikai Rend nevű szervezetet, amely hadat üzent, mint ahogyan fogalmazott, az Egyesült Államok cionisták által bitorolt kormányának. Kirityán Zsolt elmondása szerint a szervezet tagjai bankokat raboltak és pénzt hamisítottak, de a gyilkosságoktól sem riadtak vissza. Egy ember, egy nevű zsidó talkshow vezetőt kivégeztek egy garázsban, és az ember az olyan, mint nálunk tegyük fel a Kálmán Olga, ugye nőbe, vagy esetleg a Bolgár György, hát egy ilyen hasonló, ilyen teljesen magyar ellenes, hát ott nyilvánvaló fehér és keresztény ellenes figura volt. Egy másik amerikai példát a Posse Comitatus nevű szervezetet is megemlítette, amely azokat a középnyugati szélső jobboldaliakat tömörítette, akiket tönkretett a zsidó bankrendszer. Felfegyverkeztek, és ugye a különböző bankokat és adótanácsadókat, mint a Dörgdör vámszedőit szisztematikusan elkezdték kilőni. Egyébként nem tudom, lehet, most ezt csak viccként mondom, lehet hatékonyabban működne az előzőekben problémája Gordországban, és hogyha történne egy pár ilyen cselekmény. A betyársereg vezetője arról is beszélt, hogy miért nem szabad hagyni, hogy a baloldal ismét hatalomra kerüljön Magyarországon. Megint ne legyen illúzióink, hogy ezek hatalmat kapnának. Ezek hatalmat kapnának, hogy brutális eszközökkel bánnának jelen, hogy másfél gondolkodók. Nekem az az, hogy van esélyetem, hogy ő szokott beszélgetni a vadaival, és az ő kávézás közben arról kijelek, hogy engem hány évre kéne börtönbe zárni, vagy ott velem mit kéne csinálni. Tehát tiszta beteg perverzálni. Kirityán Zsolt szerint a Jobbikkal normalizálódott a viszonyuk. A hangfelvétellel kapcsolatban kerestük a Jobbikot is, de adásunkig nem reagáltak.